Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! Hol volt, hol nem volt? Ez itt a mai kérdés. Szeretném megosztani veletek inspiráció gyanánt azokat az újdonságokat, amelyeket az elmúlt hetekben szereztem be, és amelyekkel bővült a ruhatáram, cipő és táska kollekcióm, és ezek mind egytől egyig olyan darabok, amik nagyon boldoggá tesznek. Nem tagadom, az elmúlt hetekben volt egy kis agonizálás itt a háttérben. Az igazság az, hogy olyan ruhákat viseltem, amelyek egyszerűen nem tettek boldoggá, nem tudtam az önkifejezést megélni így a ruháimmal, ami számomra egy nagyon fontos dolog, de úgy éreztem, hogy valahogy nem lelem az örömömet bennük, és úgy semmit nem mozgat meg bennem ez az egész öltözködési mizéria, holott imádom a ruhákat, és ahogy említettem is, ez egy remek önkifejező eszköz, amire nekem személy szerint szükségem van. Szóval így sminkkel úgy el vagyok, de a ruha is kell hozzá, hogy így teljes legyen az egész számomra. Nos, nagyon sok mindent szeretnék mutatni nektek, úgyhogy nem is dumálnék hosszabban itt az intróban. Kezdjük is az alapokkal, mégpedig amire rátesszük a ruhákat majd, ugyanis nagyon szükségem volt már új válfákra, és Isten áldja Primarkot, hogy ott viszonylag olcsón, nagyon dizájnos és szuper válfákat lehet kapni. Ez bordó színű, bársony borításos, aminek ugye az érdekessége, hogy nem csúszik le róla a ruha. Tényleg rengeteg üzletet megjártam, és mindenhonnan vannak cuccok, kezdjük akkor a legelsővel, a Reserved-del. A kedvenc fekete nadrágomat SOS-ben pótolni kellett, ugyanis az már nem fekete volt, hanem világos szürke, annyit használtam. Megtaláltam a méltó utódját, ezt a magas derekú, stretches anyagú, szegecsekkel díszített, szuper gatyát, aminek a vége ilyen vagány, rojtos, és mit mondhatnék róla, a tökéletes fekete nadrág, ami számomra egy alapdarab, aztán szintén egy farmer, azonban stílusban egészen más, mint amit eddig hordani szoktam, ugyanis ez egy mom jeans, és őszintén szólva elképzelni sem tudtam volna, hogy én valaha egy ilyet fogok felvenni, mert hogy ezt ilyen trottyos gatyának tartottam, és egyáltalán nem értettem, hogy az emberek miért viselnek ilyet. Egészen addig, amíg fel nem próbáltam poénból, felpróbáltam és iszonyatosan meglepődtem, hogy hoppá, ez jól áll. A varázslat az egészben az volt, hogy a szabás egyszerűen annyira más, mint amit én korábban viselni szoktam, hogy a pipaszád lábaim végre nem azt mutatták rólam, hogy egy csontkollekció vagyok, hanem hogy úgy egy formás lány. És ez új info volt, tehát, hogy az előző A-vonalú típusú gatyáknál azok ugye mindig így rátapadnak az emberre, és tényleg ilyen nagyon vékonynak mutattak, viszont ez a gatya, ez valami egészen más formát adott ki, ami nekem nagyon tetszik. Egy magas derekú farmerről van szó, ami térd középig díszítve van szegecsekkel, és rendkívül kényelmes, ugyanis a derék és a fenék résznél tök jól tapad, viszont a láb résznél egy egészen új dimenzió nyílt meg ezáltal számomra. Ha már magas derekú nadrág, akkor a harmadik is ez a kategória, azonban ez az elegánsabb vonalból, egy szövetnadrágról van szó, ami szürke színben lett az enyém, de nem bánom, hogy szürke, mert nagyon-nagyon jól néz ki, és egyrészt itt a derék résznél tetszett meg ez a mintázat, olyan, mintha ilyen virágszirmok rétegeződnének egymásra, szóval ilyen olyan kis virág jellege van, vagy én erre asszociáltam legalábbis belőle, és mivel a nadrágnak a szára nem szűkül, ezért a forma a lábamon olyan, mintha két ilyen kis harang himbálózna. Hát magas sarkúval egyszerűen álomjó, és azért is szerettem volna, ugyanis van kettő olyan típusú fölsőm, ami konkrétan ezzel a nadrággal a legjobb. Erről a fölsőmről beszélek, amit farmerrel hordani, hát nem éppen a legszebb, vagy legjobb, vagy legjobban összeillőbb, viszont ezzel a gatyával patent, és a babán is pont egy ilyen példa volt kitéve. Az utolsó ebből az üzletből pedig ez a ruha lenne, amit konkrétan egy eseményre vásároltam, és egy fekete alapú ruháról van szó, ahol a virágszínek világos lila, kék és narancsárga kombinációban leledzenek. Na most én fejben elképzelni nem tudtam volna, hogy ez szépen nézhet ki így együtt, de a valóság, az élő példa azt mutatja, hogy
hogy ez működhet. És ez a ruha, ez valami csodaszép darab. És konkrétan egy lány próbálta előttem, és kinéztem a kezéből. Meg kellett szólítanom, hogy ne haragudj, de ezt hol találtad, mert nekem ez kell. És de jó, hogy megtettem, és de jó, hogy megláttam. Úgy éreztem, hogy ehhez a ruhához egy különleges színű táska kell, és én kiragadtam a narancsot belőle, és a Primarkban találtam rá erre a darabra, ami egyébként így stílusilag összepárosítva, tehát fenomenálisan néz ki. Na most ez a táska, ez egy kicsit azt mondhatnám, hogy Chloé copy, ugyanis a Chloé márkának vannak olyan jellegű táskái, ahol ez a nagy karika megjelenik, mint díszítőelem. A következő két különlegesség az a mangóból van, és nem szeretném most itt előni az álmaim cipője jelzőt, mert a másik, amit később mutatni fogok, arra is ez simán ráhúzható, de maradjunk annyiba, hogy egy nagyon különleges cipőt sikerült találnom, ami hiszitek vagy sem, egyszerűen minden ruhához tökéletesen passzol. Tehát én ilyen cipőről nem tudtam, hogy egyébként létezik. De igen, ő tudja ezt. Tehát, hogy akár farmerrel, akár ruhával, szoknyával, bármihez passzintom, egyszerűen maga a tökéletesség. Tényleg minden részlete lenyűgöz. Egyrészt a cipő az egy lakkozott résszel zárul itt az elején, egy háromszögben. Aztán itt van ez a nagyon különleges cipősarok, ami nem túl kicsi, nem túl magas, pont tökéletes a magasságomhoz, és nagyon kényelmes. Illetve az, hogy így rásimul a lábszára méretére maga ez a fenti rész. Azt hiszem, nem tudom igazából, hogy milyennek a neve, de minthogyha valamilyen zokni cipő. Tök mindegy, a lényeg az, hogy ő itt a cipő számomra. Nagyon boldog vagyok, hogy rátaláltam, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy kettőt kéne venni belőle, mert mi lesz velem azután? Hogy hogyan tudok élni azután, hogyha ez egyszer tökre megy? Tehát, nos, viccet félretéve tényleg egy nagyon-nagyon szuper darab, ahogy ez a pulóver is, ami a Blue Lagoon nevet kapta tőlem, ugyanis színében pontosan úgy néz ki, mint a híres neves Blue Lagoon. Formáját tekintve szerettem bele másodsorban, ugyanis nagyon különleges az ujja, és a derékrész is sokkal rövidebb, mint az átlagos pulcsiknál, és hogyha emlékeztek, az előbb magas derekú nadrágokat mutattam, ahol kettő farmer is ráadásul, és egyszerűen tökéletesen illik ez a méretű pulcsi azokhoz a gatyákhoz. Úgyhogy, igen, ez egy nagyon jó vétel volt. Egy picit persze aggódtam a szín miatt, hogy így mi lesz ezzel az érzéssel 3 nap után, de még mindig szeretem, és még mindig jó döntés volt. Nem tudom, hogy ismeritek-e a TR Maxx nevű üzletet. Én korábban nem tudtam, hogy mi ez, és Kölnben bukkantam rá egészen véletlenül. Ez egy elmerobbantó outlet üzlet, ahol olyan különleges darabokat lehet találni, olyan márkák darabjait lehet megtalálni, amiről így kb. Nem hiszed el, hogy ez tényleg ott van előtted 40-50-60%-os kedvezménnyel, szóval a lényeg az, hogy én rengeteg időt töltöttem ott, amikor ezt az üzletet felfedeztem, és 2 nagyon különleges daroggal tértem haza. Az egyik ez a táska lenne, ami a Dune London márkának a darabja, és nem tudtam, de ez a Dune London, ez egy elég fancy márka. És a táska is nagyon-nagyon jól néz ki, tehát ez a fekete-fehér kombináció kiegészítve az arannyal és a barnával, eléggé bejön, és hát meg kell említenem, hogy természetesen a lényeg az ez a félköri üves kis fogantyú. Van hozzá normál pánt is, de azt nem szeretném használni, ezt így, mint kézitáska fogom a jövőben, és tényleg egy álomszép darab, amit szerintem sok szethez majd jól fogok tudni használni, és itt találtam meg egyébként azt a cipőt, ami szintén az álomcipő jelzőt akár megkaphatná, ez a bőrcsizma lenne, ami a Seven márkától van. Nem tudom, én amikor ezt megláttam a polcon, én itt sírtam belül. Tehát, hogy lehet egy cipő ennyire tökéletes, ennyire az én ízlésem, ennyire vagány rock'n'roll. Igazából aztán, amikor felfedeztem az ikertestvérét mondhatni, akkor meg így ott álltam, hogy úristen, most akkor melyik legyen, a fekete alapon ezüst csillagok, vagy az ezüst alapon fekete csillagok? De végül erre esett a választásom, és már meg is volt az első közös utunk,
Nem mondom, hogy egyszerű volt, 3 raktapaszt is elhasználtam az út alatt, de igyekszem betörni a cipőt, mert ez egy csoda darab számomra. Imádom egyszerűen. Jártam a Bershkában is, és ott ezt a ruhát találtam magamnak. Ahogy látjátok, a fekete-fehér csíkos őrület ebben az őszi szezonban most a tetőfokára hágott nálam. Nagyon tetszik, hogy az ujja az csak így a könyökéig ér, imádom az ilyen blúzokat, pulcsikat, ruhákat, amik csak így könyök részig mennek, és aztán lehet karcsúsítani a derékrésznél ezzel a kötővel, és egyszerű, de nagyszerű, minimalista, de vagány, benne van a rock and roll, főleg, hogyha bőrkabáttal viselem, és mondjuk egy fekete bokacsizmával, tehát egyszerűen ez egy lenyűgöző outfit. Én szívesen hordanék éjjel-nappal bőrkabátot itt az őszi szezonban, de ez valljuk be, hogy az egészségem kárára menne. Úgyhogy átnéztem a kabátjaimat, az őszi kabátokat, és meg kellett állapítanom, hogy a legtöbb igencsak leharcolt állapotban van, nagyon kimaxoltam mindet, és úgy gondoltam, hogy akkor ideje szétnézni kabát fronton is, hát ha találok olyat, ami megdobogtatja a szívemet, hát találtam, mély meglepő a válaszom. Nos, az első kabát az a H&M-ből van, színét tekintve tőlem szokatlan, viszont amikor a babán először megláttam, én halvány rózsaszínnek érzékeltem, aztán közelebbről megnézve nem halvány rózsaszín, minden esetre egy olyan skálát visz, ami nekem nagyon tetszik, és egy vastag, masszív kabátról van szó, szerintem nagyon egyszerű és nagyon elegáns, és ehhez kerestem ott mindjárt magamnak egy sálat, illetve valami fülvédő jellegű dolgot, mert hogy így a sapkákat így annyira nem, hanem muszáj. És úgy gondoltam, hogy rugaszkodjunk el a szokásos, unalmas fekete vagy fehértől, és itt találtam rá erre a kicsit lilás, de közben meg olyan földszínű barnás sára, amit kiegészítettem ezzel a határozottan lilának mondható a fülvédővel. Szóval ők így hárman nagyon jól mutatnak, színösszeállításügyileg is, illetve stílusilag is. Úgyhogy nagyon boldog vagyok miattuk, mert tényleg nagyon jól érzem bennük magamat. Ahogy a következő kabátban is, ami a promódból van. Ez a kabát egy igazi nagy ágyú. Erre már jobban rámondanám a szövetkabát jelleget, de egy rettentően különleges színű, elegáns kabátról van szó, ahol, hát nem kérdés, hogy a szín volt számomra az, ami először is megragadta a fantáziámat. Különleges ez a mély, zöldeskék szín. Kicsit megfoghatatlan is, hogy most akkor melyik irányba dől el a mérleg. Nagyon tetszik a kabátnak a hossza, ez az egyszerű elegancia, amit képvisel. Az ára egy kicsit drágább, mint az előző, amit mutattam. Nagyon várom már, hogy viselhessen, mert szerintem egy igazi különlegességre bukkantam. És ez az ink szintén egy újdonság a promódból, ami nálam mindent vitt ezzel kapcsolatban, az a nyakrész. Olyan, mintha egy ilyen kis mini csokornyakkendőszerűségem lenne, nekem ez valamiért nagyon tetszik, és kerestem egy ilyen jellegű inget régóta. Ez egyébként egy kis bársonyszalag, amit így lehet kötögetni össze-vissza, ahogy neked éppen tetszik. Nagyon bejön az ingnek a stílusa, ugyanis akár kiengedett formában is lehet hordani egy tapadós gatyával, vagy betűrt állapotban, egy magas derekúval, nadrággal vagy szoknyával, szóval egészen jól kombinálható, fekete-fehér, minimalista, de mégis közben különleges, szóval... Hát igen, azt hiszem ennyi. Hú, kipurcantam itt a videó végére. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg valamelyik darabbal szimpatizáltok-e. No para, hogyha mindegyiket utáltátok, semmi gond, ez az én stílusomhoz választott ruhadarabok, amikben én érzem jól magam, és ez a legfontosabb. Igazából csak a kíváncsiság miatt kérdezem, hogy hát ha esetleg a stílusunk megegyezik egy-egy ponton valahol. Ha tetszett a videó, és még van annyi erőtök, hogy megnyomjátok a like gombot, akkor azt nagyon szépen megköszönöm, ha pedig újak vagytok, hello! Engem Evelynnek hívnak, és minden héten töltök fel egy új videót valamilyen érdekes témában.
vagy nem mindig érdekes bennem, a többiek általában szeretni szokták. Szóval gyertek és csatlakozzatok, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, és hamarosan találkozunk egy új videóban. Addig is mindenkinek szép napot kívánok, millió puszi nektek, és tessék pezsegni. Sziasztok!